Batthyány Júli, júniusban a Szerencseszombatban. Március közepe óta halmozódik az ötös lottó főnyereménye. A fogyatékosság kezelése a mindennapi életben. Szerencsés napot kívánunk, ez a Szerencseiradó. Debrecenben vagyunk, hazánk második legnépesebb városában. A kérdés csupán az, hogy ki lesz mai két 50 másodperces kvízünk főszereplője. És persze, hogy kinek sikerül megfejtenie a mai szerencseszót, hiszen már is elkezdjük felvillantani a jobb felső sarokban a betűket. Kezdjük! Első játékosunk Éva. Merre tartott Éva, amikor megállítottuk? Egy bankban ügyintézés véget. Na, hogyha valamilyen nyeremény összejön a sorsi egy csomagból, azt rögtön be lehet fektetni. Majd azt átgondolom még, igen. Zsuzsi elmondja a szabályokat. 50 másodperc alatt 5 kérdés fog kapni Gézától. Minden egyes helyes válasza már egy biztos nyeremény, egy ilyen sorsi egy csomag. Hogyha nem tudja a választ, passzoljon, és ha időn belül vagyunk, akkor visszatérünk rá majd. Érthetőek a szabályok. Zsuzsi, nézd a szóját. Ma lett 78 éves Lőrinc L. László író. Hogy hívják kedvenc karakterét? Leslie L. Lawrence vagy John J. Jackson? A B. Az A. Leslie L. Lawrence. Jó. Májusban összesen hány ötös lottó sorsolást tartottak? Négyet vagy hatot? Hatot. Négyet. Négyet? Melyik autópálya érinti Debrecent? M2-es vagy M35-ös? Az M35-ös. Egy jó válasz. Ki lett idén a Bajnokok Ligája gólkirálya? Cristiano Ronaldo vagy Mario Mandzukic? Cristiano Ronaldo. Így van. Soroljon föl legalább 3 Real tantárgyat. Igen, fizika, kémia... És a számok tudománya... Matematika. Így van, azt mondja, hogy 1-2-3 jó válasza volt. Gratulálunk a 3 sorsért csomaghoz. Köszönöm szépen. Akkor 3 darab sorsért csomag. Nagyon köszönöm szépen. Irányan lottozó majd a bank. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Viszontlátásra. Több mint 3 hónapja várat magára az ötös lottó teli találatosa. Lássuk az elmúlt 7 nap nyeremény hírei. Az ötös lottón a 17 darab 4-es tulajdonosa fejenként közel 3 millió 300 000 forintot nyert. A 6-os lottón a 27 darab 5-ös 542 000 forintot fizet. A skandináv lottón az 54 darab 6-os közel 359 000 forintot ér. A Jokeren egy szerencsés gazdagodott több mint 27,5 millió forinttal. A Luxorban az egy darab teli találatos tulajdonosa több mint 7 millió forintot vihet haza. A Totón egy szerencsés találta el 13 meccs végeredményét. Nyereménye 1 millió 339 000 forint. Az Eurojackpoton 5 darab 5 plusz 1-es született. A tulajdonosoknak bruttó közel 247 ezer euró ütötte a markát. Múlt heti szerencse szavunk az ív volt. Kelemen Melinda budapesti játékosunk pedig a Szerencsejáték ZRT jóvoltából 9 darab sorsjegycsomaggal gazdagodott 9000 forint értékben. Gratulálunk! Horányi Julinak júliusban, nem pedig júniusban kellett volna a Szerencseszombatban feltűnnie, már ha a nevéből indulunk ki. Talán ezért is változtatta meg neve kezdőbetűjét J-ről Y-ra. Egyébként nagyon jó dalokat hallhatunk tőle szombatonként, legutóbb például egy Lady Gaga-t. Nagyon jól érzem itt magam, és nagyon örülök. Szerencsésnek érzem magam, hogy ebben a hónapban én lehetek az állandó énekes vendég. Most szombatra is komolyan készül mindkét dalára. Az egyik Cserháti Zsuzsa dala lesz, az Akad, amit nem gyógyít meg az idősem, a másik pedig egy saját dalom lesz, a Wake Up című szám. Nem véletlenül készülök egy Cserháti Zsuzsa dallal, ugyanis július 30-án mutatjuk be Boldogság címmel Cserháti Zsuzsa életéről azt az előadást, amit én álmodtam meg, és ez egy ilyen félig koncert, félig színházi előadás lesz színészek közreműködésével. Ez az egyik program, amire már nagyon készülök, a másik pedig az, hogy az első lemezemen dolgozom, és ez szeptemberben fog megjelenni. Volt egy balesetem, amit így karcolás nélkül megúsztam, és abba biztos, hogy a szerencse is közrejátszott, de mondjuk ilyen nagyon pozitív, nagy nyereségek még eddig csak úgy értek, hogy tényleg sokat tettem érte, és akkor egyszer csak megjött az eredmény. De biztos, hogy kell szerencse is ahhoz, hogy az ember így igazán jól boldoguljon. Második szerencsés játékosunk Sándor már itt is van velünk. Sándor, sziasztok. Mi volt életed legszerencsésebb fordulata, pillanata? Hát az életem egyik legszerencsésebb pillanat az volt, hogy
történt velem egy augusztusi reggelen, hogy elaludtam, és az elalvás után, mikor felkeltem, akkor egy nagyon szerencsés pillanatom volt, de azt nem osztom meg most így veletek. De... Nagyon misztikus történetnek hangzik. Megváltoztatta az életedet? Átmondhatjuk egyébként. Lehet, hogy emiatt találkoztunk most itt a parkban. Az is lehet. Szabályokat már ismered? Így van. Zsuzsi, indítsd az órát. Indítom. Mi Horányi Juli énekes civil foglalkozása? Jelmeztervező vagy cukrász? Cukrász. Jelmeztervező. Jó. Melyik városban rendezik 2020-ban a paralimpiát? Tokió vagy London? London. Tokió. Debrecen környékén melyik FM hullámhosszon fogható a Petőfi Rádió? 89.0 vagy 94.8? Petőfi Rádió. 94.8. 89.0. Mennyi az ötös lottó szombaton megnyerhető főnyereménye? 100 millió vagy 1 milliárd 670 millió forint? A második 1 milliárd. Így van, egy jó válasz. Mennyi az osztályzatok összege, ha a tanuló kap egy jelest és egy közepest? Tehát egy jeles és egy közepes számokra lefordítva. Mennyit jelent? Mennyi az egy 3-as és egy 5-ös. Az együtt? Az 8. Így van, két jó válaszod volt. Gratulálom. Köszönöm, Sándor. Szépen. Ez is egy szép nyeremény, mert ebből is lehet 25 millió nyeremény. Sokkal jobban, hogy én húzhatod. De, húzhatod, hogyne. Köszönöm szépen. Még izgalmasabb. Szerencsés kéz, úgy lehet. Jó választásnak tűnik. Sok szerencsét hozzá. Köszönöm szépen. Térjünk vissza a szerencse szóhoz. Ezúttal valami olyat rejtettünk el, ami megdobogtatja a szívemet, és a bőrszínemnek is kedvez. Ezen a héten 5 darab sorsért csomagot nyerhetnek, hiszen mai két játékosunk ennyi helyes választ adott. Válaszaikat most is vasárnap éjfélig várjuk a szerencsehiradó@szerencsejáték.hu e-mail címre. Sok szerencsét! Hajrá! A Szerencsehíradóban már többször beszámoltunk a Szerencsejáték ZRT és a Szalva Vita Alapítvány közös pályázatáról, melynek neve Adj egy ötöst. Lényege, hogy a felső tagozatos és középiskolás diákok értő és érző módon álljanak a hétköznapokban a fogyatékossághoz. Most egy esélyegyenlőségi napra érkezett stábunk ide, Debrecenbe. Vakként táncolni, kerekes székben haladni, fehér bottal tájékozódni, vagy épp a jelnyelvbe belehallgatni. Ezt próbálhatták ki többek között a diákok a Telekdi Kataszak középiskolában. Egy interaktív szemléletformáló napon vagyunk, ami a Szalva Vita Alapítvány Adj egy ötös projektjéhez kapcsolódik. Ez tulajdonképpen egy országos pályázat volt köznevelési intézmények számára. Hiába találkoztak már a fiatalok látássérült és vak személyekkel, volt a kiérzékenyítés, hogy nehéz a kommunikáció, nehéz felvenni a fonalat, de a tapasztalat az, hogy gyakorlatilag úgy zajlik az esemény, mint egy egyszerű vagy átlagos iskolanap, ami nagyon jó, hogy szabadultan is, amit így hétköznapi emberként, vagy mondjuk az épek éreznek, hogy mély szakadék van az épek és a fogyatékossággal élők között, most úgy látszik, hogy ez a fonal, vagy ez a szakadék elmosódik, és gyakorlatilag, mint bármelyik iskola, vagy egy ép személyen úgy tudnak kommunikálni. A diákénk ez nagyon pozitív. A Szerencsejáték ZRT felkérte a Szalva Vita Alapítványt a pályázat meghirdetésére és a program lebonyolítására. Nagyon fontosnak érezzük, hogy már a 10 éves korosztály figyelmét is felhívjuk a fogyatékossággal élő emberekre. Az, hogy nem egy különlegesség, hanem ha kellő empátiával és odafigyeléssel állnak ez a csoporthoz, akkor már felnőtt életükben is értő és érző módon kezelik és képesek kezelni a velük való együttélést a mindennapokban. A programok kitalálását, tehát a programterveket rábíztuk a fiatalokra, hogy ők találják ki, mi az a közös élmény, amiben részt vennének különböző fogyatékossággal élő emberekkel, és ezeket a programterveket zsűrizte a zsűri, ez alapján választottuk ki azt az 50 iskolát, ahol megvalósulnak ezek a programtervek. A legjobb ötleteket kitaláló 10 iskola még egy 400 ezer forintos kirándulást is kap jutalmul. Ezen a helyszínen is, meg mindenhol, ahol eddig megvalósultak ezek a programok, azt látjuk, hogy a gyerekek nagyon lelkesek, nagyon jól vették úgymond ezeket az akadályokat, nagyon jól bevonódtak ezekbe a programokba, szívesen részt vettek bennük, és azt gondolom, hogy mivel ezek nem egy hagyományos érzékenyítések, hanem valamilyen közös élmény, közös program során érzékenyülnek maguktól a gyerekek, ezért ezek életre szóló élmények is lehetnek számukra. Kedves nézőink, műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu, illetve a szerencsehiradó.hu weboldalakon. Találkozunk a jövő héten is itt a Dunán, addig is maradjanak szerencsések, a viszontlátásra. Viszontlátásra.